Egyszer hajdanán önök azt mondták, hogy Gyurcsány Ferencnél lejjebb csak a pokol van. Annyiban vitatkoznék ezzel, hogy azért annál van lejjebb az a hely, amit azoknak tartanak fenn, akik feladják a nemzeti elveiket, és a posztkommunisták mellé szegődnek 3 lyukas félkrajcáért és 2 polgármesteri helyért. Tisztelt képviselő úr, önök pont ezt tették. És az csak mellékes körülmény, hogy a mondandóban történt összeborulás mellett, stílusban és a folyamatos provokáció keresésben is elvégezték a teljes hasonulást a baloldallal. Igazi 21. századi kisnyilas tempó. Amikor a Jobbik megalakult, még Pongrácz Gergely volt ott az első sorokban. Gondolták volna, hogy majd összeállnak Apró Antal örököseivel? Gondolták volna? Nem véletlen, hogy Pongrácz Gergely testvére megtagadta önöket. Milyen érzés? Milyen érzés? Eltelt pár esztendő, és most már mindenki érti, hogy mire gondolt Vona Gábor akkor, amikor arról beszélt, hogy elvették a Jobbik lelkét. A lélekkiárusítás eredménye is egyértelmű. Önök Gyurcsány Ferenc hátsó kertjében találták magukat, világnézeti értelemben pedig a senki földjén. Most így decemberben azt is mondhatnám, hogy a jobbikosok az öszödi szemkilövető segéd krampuszai lettek. Sok politikai szaloncukrot ezért ne reméljenek, de a virgás már megérkezett májusban egy 6%-os választási eredmény formájában. Egy dolgot mondhatok, hogyha így folytatják, akkor lesz ez még kevesebb is. Köszönöm, hogy meghallgattak.